Képzeljétek el, hogy ez egy olyan történet, amit majd fogtok még az iskolában is olvasni. Ezt Petőfi Sándor írta, akinek már biztos ismeritek a nevét. Azt jól sejtem. De mi most nem azt a verset fogjuk felolvasni, ahogy én megértem a történetet, hanem én át fogom nektek mesélni, meg Andi is közösen. Amikor csak tehette, Jancsi beletöltötte az idejét. De Illusnak is egy gonosz mostoha nevelte, aki annyi munkát adott neki, amennyit nem szégyelt. És ahogy feljöttek, egymásba szerettek. Nem vette észre, hogy a juhok egyesével elszöntösnek a rétről. Mivel ez a kis kőszikla, ezen vannak a sok-sok-sok juhok, és innen szaladgáltak el a bárányok, amikor éppen Jancsi nem figyel, és körbe fogja vinni meg a borsi, és mindenki választhat egy bárányt. És hogyha kiválasztottad a bárányodat, akkor jól nézd meg, vizsgálgass meg, hogy szerinted mi lehet a neve ennek a báránynak. Van olyan bárány köztük, aki nagyon szeret csak úgy heverészni az árnyékban, alukál délután. Az enyém is ilyen bárány, te is választasz egy borsi. Van még valaki, aki tudja, hogy hívják a bárányát? Igen? Jerry. Nagyon jó. Akkor Jancsi nem figyel, akkor egy pár darab bárány vett egy hatalmas nagy levegőt, bent tartotta nagyon sokáig, egészen addig, amíg fel nem szállt a levegőbe, és bárány felhő lett belőle, képzeljétek el. Vannak még olyan bárányok, akikből bárány felhő lett? Erre dobhatunk a számos a Krisztiába. Bárány felhő, és bárány felhő lett? Aha. Szuper. És vihar felhő lett, vagy kedves nyári felhő? Petőfi Sándor története mindenkit megrékat, hiszen annyira gyönyörű és olyan szép. De ilyen dramatizált előadásban a gyerekeknek, bevallom őszintén, én még nem hallottam. Nekem is meglepő volt, ahogy kezdtük a programot, mert nekem is ilyen régi általános iskolás emlékeim voltak róla, és nagyon-nagyon sok új színét fedeztem fel, mióta foglalkozunk vele. Most ezek a foglalkozások egyébként így lefedik 1-től 8-ig az összes általános iskolás korcsoportot, és amit ön látott eddig most elsőre, az kimondottan egyébként nekem a kedvencem, ami tényleg ilyen, így összealmosva egy ilyen történetmesélés, és ilyen nagyon gyerekjátékhoz hasonló, de szinte már színházi sokszor, ahogy együtt játszunk a gyerekekkel. És szerintem nagyon fontos témákat, nagyon sok megható dolog van benne, és egyébként olyanok is, amivel akár pont azt tapasztaltam így az elmúlt 2 évben, hogy nagyon érdekli a gyerekeket, de mondjuk ritkán találkozhatnak vele, ilyen például a elveszíteni valakit, elengedni valakit, konkrétan mondjuk a halál megjelenése Iluska halálán keresztül, vagy elhagyni a falut Jancsi életében, vagy lemondani valamiről, szóval, hogy nagyon sok ilyen, tényleg ilyen komolynak hangzó téma, de olyan, ami egyébként foglalkoztatja a gyerekeket, és ritkán fordul elő, hogy így hozzászólhatnak, akár a kívánságdobozon keresztül, ahol bevallhatják, hogy amúgy őket most mit teszi boldoggá, mire vágynak, mindig egy kicsit mi is másként értelmezzük, meg ők is. Jancsi Iluskához szaladt, akivel sírva búcsúztottak egymástól. Este volt már, amikor elindult a falujába, mert nagy búcsan 3 nap és 3 éjjel, addig, amíg egy sötét erdőbe nem ért. Nehezen talált ki az erdőből, már hetedik országon is túljár, amikor arra lett figyelmes, hogy a napfénye megcsillan valami a távolban. Képzeljétek el, hogy gyönyörű buszárok közeledtek, és a napfénye a csillogó páncéljaiból szikrázott. Na, gondolt egyet Jancsi, felcsapott buszára. Kapott szép ruhát, fegyvert és paripát, büszkén vándorolt a sereggel sok-sok-sok országon át. Na, kicsi huszárok! Ahhoz, hogy velünk tartsatok Franciaországban, át kell esnetek egy kiképzésen. Különben nem leszettek akárkit a seregbe csak úgy. Úgyhogy vigyázz! Jaj, de ne ilyen lassan, mint az öregegyem. Először lépésben. Jó, hogy megmondtad, hogy nevet kell tenni.
Nagyon sokszor előfordul az, hogy úgy érkeznek meg a tanárok, hogy azt mondják, hogy fú, ezek a gyerekek, hát azért a magaviseletük nagyon rossz, nehezebben kezelhetőek, és aztán beülnek hozzánk egy másfél órás foglalkozásra, most például a legnagyobb korosztálynak másfél órás foglalkozása van, és tündérek. Egy másfél órán keresztül nagyon tudnak figyelni, jó a magaviseletük, és akkor utána nagyon meg vannak lepődve a tanárok, hogy hú, hát itt csoda történt, pedig szerintem csak annyi, hogy olyan ez a foglalkozás, ami az ő korosztályukat, a kérdések, amik benne vannak, nagyon érintik, vagy nagyon, nagyon korosztályosan nekik szól például. Ez az interaktív mód, ahogy most a gyerekek feldolgozhatták a János Vitéznek a történetét, ez most hogyan viszonyul egy átlagos irodalomórához? Jobb, élvezetesebb, vagy valóban többet tud adni? Iskolája válogatja, hogy éppen a tanárt is mi érdekli, hogy hogyan közelíti meg, de az azt hiszem, hogy általánosan elmondható, hogy a tananyag mennyisége miatt azért sokkal inkább egy olyan típusú, általában az irodalom óra az olyan típusú, hogy végig kell olvasni azokat a műveket, le kell adni kötelező, tényszerű adatokat a szerzőkkel kapcsolatban, és azért azt biztosan állíthatom, hogy az számukra, főleg így ez a foglalkozás első-másodikosokkal vagyunk legtöbbet, az nagyon élvezetes nekik, hogy közel áll ahhoz a játékhoz, ahogy ők mondjuk együtt játszanak az udvaron egymással, meg ahogy mesélnek nekik még otthon, vagy amiket óvodában játszottak, szóval, hogy ez biztos, hogy egy ilyen élvezetesebb módja az átadásnak, de hogy ez inkább arra alkalmas, hogy tényleg, amit korábban is mondtam, hogy ilyen őket érintő ilyen emberi, meg társadalmi kérdésekkel tudunk foglalkozni. Nyilván egyáltalán nem ilyen tudatos módon, hogy nem kivesézzük, meg felvetjük, hogy mit jelent valakit elveszíteni, hanem kicsit megmozgatjuk bennük, hogy egyébként milyen érzéseket keltesz bennük, hogy reagál rá egy történetbeli hős, milyen megküzdési módjai lehetnek annak, hogyha valami nehéz élethelyzetbe kerülünk. Úgyhogy hát nagyon más, nem mondanám, hogy szerintem élvezetesebb, azt lehet, hogy kimerem állítani, de hogy nagyon másfajta tudást képes átadni, meg kreálni, mint egy irodalomóra.